Ez a Szamos-Krasznaközi árapasztó tározó, amelyet a rendkívüli árhullámok levezetésére építettek meg még tavaly évvégén. A klímaváltozás egyik jele, hogy az elmúlt évek nyári száraz és meleg időjárása miatt a megyében krónikus vízhiány alakult ki, ezért a tározót éles helyzetben még nem tudták kipróbálni a szakemberek. Az éghajlatváltozási platformot alkotó szervezetek célja, hogy a megyei önkormányzatok vezetésével megalkotott klímaprogrammal csökkentsék a környezetet érő negatív hatásokat. Nyilvánvalóan csökkenteni kell azokat a károkat, amelyek a klímát, a föld klímáját érintik, ezeket a kibocsátásokat, a negatív hatásokat. Ugyanakkor viszont fel kell készülni arra is, hogy bármilyen emberi beavatkozás sajnos már nem képes megállítani azokat a negatív folyamatokat, amikre a következő évtizedben fel kell készülnünk. A projekt ezt szolgálja, valamennyi megyei önkormányzat célzottja ennek a uniós támogatásnak. Olyanfajta stratégiát kell kialakítanunk helyi közösségekkel, települési önkormányzatokkal, civil szervezetekkel együttműködve, amely képes felkészíteni az embereket, a családokat, közösségeket ezekre a változásokra. Az éghajlatváltozási platform alakuló ülésén elhangzott, a megyei klímastratégia 2018. április végéig készül el, kidolgozásához számos állami hatóság és civil szervezet segítségét kérték. A platformban számos résztvevőt igyekeztünk bevonni. A platform munkája az elengedhetetlen a stratégiának a létrehozásához, ezért főként olyan résztvevők bevonását terveztük, akik a megyei klímastratégiához méltó módon tudnak hozzájárulni, tehát így a Nemzeti Agrárkamarának a képviselőjét, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei iparkamara képviselőjét, a Nemzeti Pedagógus Karnak a megyei képviselőjét hívtuk meg többek között, de nagyon sokrétű a partneri szervezet. Igyekeztünk minél szélesebb körben bevonni helyieket is, civil szervezeteket, gazdasági társaságokat is. A megyei klímastratégia létrehozására 30 millió forint pályázati támogatás áll rendelkezésre. Ebből a módszertan kidolgozása mellett szakmai és szemléletformáló előadásokat, valamint workshopokat is rendeznek majd. A szervezők szerint az elkészített programot később oktatási célra is fel lehet majd használni.